így bejesz, hogy valaki... Na, szavasz! A cipzárt azért húzzátok fel. Hang. Forog. Illusztráció 4. Halló! Nincs. Mindegy. Láttad a videót, amit tegnap küldtem? Ja. Na és? Ne csináld, mert azt nem tök állat. Igen. Hallod, a csajnak akkora csöcsei voltak, én ilyet még nem láttam, nagyobb volt, mint a fejem. Veszted? És ráadásul öt csávó tömte, ahol értem, ilyen király ez meg. Na és? Tetszett neki? Mit tudom én, de engem nem is érdekel. Nekem tetszett, aztán kész. Beteg faszfej. Látunk egy jelenetet, amiben két főhősünk volt. Vegyük először azt a fiút, aki később jön be a mosdóba, és hogy mit tudunk meg róla. Pervers, bunkó, öntelt, érzéketlen. Van egy másik főhősünk is. Kicsit zárkózott. Zárkózott, lelkis, törődik másokkal, nem tömegember. Nem feltétlen tekinti tárgynak a nőt. Nem tűnik természetesnek az, hogy egy nővel öten kezdtek valamit, ez neki nem tetszik. Ő szeretkezni akar és nem baszni. Tehát az már kiderült belőle, hogy más az értékrendje. Sokkal jobban az érzelmi oldalára koncentrálna a szexualitásnak, és kevésbé a testiségre. Én most arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, hogy ha ti mondanátok valamit, akkor mi lenne az, amit mondanátok ebben a helyzetben? Hello, láttad tegnap azt a videót? Láttam. És, na, hogy tetszett? Sehogy nem tetszett. De miért? Nem látod, hogy tömi az az öt csaj? De igen, és te belegondoltál a lánynak a helyzetébe? Mit érdekel az engem? Szerinted ő mit érzett? Nekem jó volt. Az, hogy ő mit érzett, az engem hol érdekel? Jézusom, te nem vagy ember. Fasz. Elmondod, hogy mi az, amit szerettél volna elérni? Hogy átgondolja a helyzetet, hogy ez nem csak arról szól, hogy keményen baszunk, hanem hogy ebben vannak érzelmi dolgok is. Köszönöm szépen, nagyon jó volt. Van egy ötletem, valaki a pornóval kapcsolatban mondjon egy állítást. Ide üljön le, és a többiek pedig helyezkedjenek el ahhoz az állításhoz képest. Szexuálisan mindkét nemet felizgatja egy pornó látványa. Szerintem a nőknek az agyát is ugyanúgy beindítja, és beindul a fantáziájuk, mint a férfiaknak. Viszont nem biztos, hogy az, ami az egyiknek, az a másiknak is ugyanolyan izgató. Szóval most, hogyha az egyik arra izgul fel, hogy üti a másikat korbáccsal, az lehet, hogy a másiknak undorító. A pornóból sokat lehet tanulni. A szemszög kérdése, hogy mondom, a férfi az azt látja a nőnek mi a jó, a nő meg az, hogy a férfinek mi. De nem feltétlen tudja meg, mert ha úgy veszük, tényleg csak szerepet játszom. Nagyon sok érzelem nincs abban, amit csinálnak. Alapvetően X összegér összefekszenek és ennyi. Abban nincs érzelem, most abban nem fogsz semmit megtanulni. A férfiak konkrétan... Simán meg ritkán... tudják rakni úgy, hogy nem éreznek igen, semmit. Igen, igen, igen. A lányok meg nagyon-nagyon elvétve tudják úgy, hogy nem éreznek semmit, és mégis. Ilyen szinten lehet tanulni mondjuk pózokat, de viszont nem csak ebből kell tanulni. Beszéltünk egy csomót a pornóról, de valami engem ezzel kapcsolatban még nem hagy nyugodni, hogy egy csomó tévhitet terjeszt el, vagy egy csomó olyan dologot sugall a pornó, ami egyszerűen nem igaz. Tehát ilyen, hogy minden lány szereti, ha az arcára élveznek. Hm? Ilyen ez nem igaz. Nem igaz, de hogy ezt a pornó terjeszti. Ez egy tévhit. Ezt a tév, jó? Egy ilyenek. Aha. Valami durvább dolog van benne, akkor arról is azt terjeszti, hogy élvezi, de hát nem, mert nem mindenkinek jó az, hogy mondjuk durván csinálják. Nagy pénisszel általában felpumpálva is jelennek meg ott a férfiak. És azért nem, mert azért nem minden esetben kell ahhoz 25-30 centis pénisz, hogy ki tudják elégíteni a nőt. Aha, tehát valami olyat látsz, ami nem természetes. Igen. És ez... Hát én nagyon zavar. Azt gondolom, hogy a szexuális nevelésnek talán a legfontosabb része arról tanulni, hogy azt a készségünket fejleszteni, hogy képesek legyünk nemet mondani arra, amit nem akarunk, és hogy megerősítsen bennünket abban, hogy amit nem akarunk,
azt nem csináljuk, és ezért a véleményünkért kiállunk.